Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Ahogy megígértem, jöjjön Destiny 2 Forsaken története. Mondanám, hogy spoiler alert, de én magam is, mikor így kijátszottam a Forsaken-t, így ültem és így vakartam a fejemet, hogy mi a jó Isten történt is, kivel és hogyan és miért? Nos, hogy ennyi időbe telt, amióta megcsináltam a Forsaken bemutató vélemény videómat, hogy kiderítsem, hogy mi mennyi minden történik ebben az egészben, úgyhogy nagyon nem fogom húzni az időt, bele is vágunk a közepébe. Igyekszem egy sorrendiséget tartani, és feltárni a Forsakennek a világát tulajdonképpen, hogy mi következik majd ezután esetleg, illetve hogy hogyan következett be a Forsakennek a történet sorozata tulajdonképpen, tehát valami ilyesmiről is fogunk beszélgetni. Ha még nem játszottál a Forsakennel, de tervezel játszani a Forsakennel, akkor mondom, hogy oké, most van a mostantól is spoiler alert történet lesz, de viszont annyira mégsem spoilerezett, mert egy kicsit nehéz kibogarászni, hogy mi történik, és még ha végig is nézed ezt a videót, és lesz egy kisebb fogalmad arról, hogy mi történik a Forsakennben, nem fogod úgy érezni, hogy bármilyen poént is lelőttünk, kivéve egy-kettőt, de azt hiszem azokban már a reklámokból is, vagyis a trailerekből is, amit mutattak a Forsakenről, gyorsan rájöttél, hogy megtörténik. Nos, induljunk el onnan, hogy kik a szereplői a Forsakennek, és kiket érint a Forsaken. Szóval, kezdjük ott, hogy ott vagy te, az ultimate mellékszereplő tulajdonképpen, tehát ahhoz képest, ahogyan a Forsaken bontakozik, az, hogy mi, mint Guardianek a hősök legyőztük a Red Army-t, és megmentettük a Traveler-t, az utazót, az így eltörpül, szerintem mindezek mellett. Aztán ott van a másik mellékszereplő, amúgy Kate Six, Uldren Sov, illetve Mara Sov, Riven és Voice of Riven, ők így mind kapcsolódnak, a Taken és az a bizonyos sötétség, amit láttunk a fő kampánynak a végén, ahogy az utazó így ugye kirobbant, és akkor az a nagyon fura piramis valamik fölébredtek. Remélem akkor megjegyeztétek a szereplőket, szóval még egyszer mondom, te, Kate Six, Uldren Sov, Mara Sov, Voice of Riven, tehát ők lesznek így egyelőre a kulcsfontosságú szereplők ebben a történetben. Ja, és meg kihagytam Petrát, de ő is ilyen nagyon mellékes szereplő című történet. Na, akkor a történet úgy indul, ugye, hogy megismerhetjük a helyszínt, a Tangle Shore tulajdonképpen, és ott van egy ilyen börtön, ahol kitör a pánik, Kate Six erre válaszol, oda megy, és megpróbálja helyre rakni a dolgokat, és amikor ugye belefut magába Uldren Sovva, illetve a hat bárójába, akit majd mi is később le kell győzzünk, illetve az újonnan ugye megismert fajba, a Scornba. Na most, ugye nem titok, Kate Six meghal, szóval egy elég kemény húzás volt mondhatni azt a Destiny 2 készítőitől, hogy Kate Six-et eltemették, de valahogy amikor játszottam, nem nagyon éreztem kötődést, nem csináltak belőle túl nagy drámát, hogy őszinte legyek, és ahogy egyre inkább kivonatkoztatott, illetve kibontakozott a története a Forsakennek és az egész koncepció, úgy érzem, hogy az amúgy nagyon közkedvelt, és általam is kedvelt Kate Six-nek a halála semmit mondó lett, és egyáltalán nem lett jelentőségteljes, és egyszerűen valahogy kevésnek éreztem egy ekkora volumenű főszereplőnek a halálát, én legalábbis, de most én csak a Destiny 2-vel kezdtem el játszani, nem a Destiny 1-el, szóval. Na, Kate Six ugye meghal, Uldren Sov megöli, elveszi tőle az Ace of Space, és eltűnik a fenébe. Mi, a hős Guardianek bosszúra indulunk, és az egész kampány során egy aféle kérdőjelet próbáltak a készítőnk rakni elénk, hogy mi, mint az őrzők, gyilkosok vagyunk-e, ugye csak igazságot szolgáltatunk, és nem bosszút, és nem csak azért megyünk, hogy legyilkoljuk azt a szerencsétlen Uldren Sovot, és
bosszút álljunk ugye Kate Six halála miatt, és végig egy ilyen, hogy is mondjam, környezetbe van helyezve az egész, egy ilyen hangnembe, ami igazából elég jó táptalajt ad történetekre. És itt megragadom az alkalmat, hogy nézzétek meg, van egy olyan videóm, hogy gonosz-e az utazó, avagy nem. Linket hagyok ennek a videó leírásába, és ennek a szellemében tulajdonképpen, mert én úgy vagyok vele, hogy az utazó nem feltétlenül lehet, hogy a jó fiú ebben az egész történetben. Na, de folytassuk a Forsaken-nel. És ugye elindulunk egy nagy hadjáratra, hogy ledaráljuk Uldren Szovot, és hát végül el is jutunk arra a pontra, hogy ez megtörténjen. Ugye a végjátékban ott állunk, te, mint a játékos, Petra, aki végigkísérésre végül legyőzött Uldren Szov, és mind a ketten ugye fegyvert szegeztek rá, Petra is, és te is, mint a játékos, elsötétül a képernyő, és hallunk egy fegyvert eldördülni. Nem tudni, hogy ki húzta meg a ravaszt, és ezért is mondom, hogy ugye lehet, hogy mi, mint Guardianek, most tulajdonképpen is ugye őrzők, mik vagyunk, mi jó fiúk, rossz fiúk, gyilkosok, nem gyilkosok, ki az utazó, stb. Egy csomó kérdést felvet ebből a szempontból a történet. Na most, na de, ki Uldren Szov? Uldren Szov ugye Marasovnak a testvére, a fiatalabbik testvére, az Avoken herceg tulajdonképpen, mert hogy Marasov az Avoken királynő. És ebben a végre Destiny 2 Forsaken-ben egy kicsit bepillantást nyerhetünk abba, hogy hogyan keletkezett az Avoken, illetve milyen titkokat rejtenek ők. Úgyhogy most megértsétek azt, hogy ki Uldren Szov, beszélni fogunk az Avokenről, illetve hogy milyen szerepük van nekik, ugye Destiny 1-ből kiindulva. Rövidre fogom fogni az egészet, hogyha kíváncsiak vagytok úgy az egész komplex képre, akkor link, az egész lore történethez link a videó leírásában angolul van sajnos, de aki ért angolul, az elolvashatja az egészet, hogy mit, hogy van. Én csak rövidre fogom fogni ebből a szempontból. Ma nagy vonalakban elmagyarázom, hogy értsétek, hogy mi van. Szóval a Destiny 1-től, Destiny 1-ben ismerhettük meg az Avokent, a Taken King című expansionnél volt nekik nagyobb szerepük abban, hogy segítettek az őrzőknek, hogy ugye legyőzzék ezt a Taken Kinget, ha jól emlékszem, ha jól tudom. Na szóval, ott ismerkedtem, megismerkedhettünk a királynővel, Mara Szovval és az egész brigádjával. Na most a Destiny 1-ben úgy nézett ki, hogy Mara Szov meghalt, vagyis eltűnt, valami lett vele. Az a lényeg, meghalt. És Uldren Szov a Forsakenben ugye egy küldetésre indul, hogy kiszabadítsa őt, mert hogy kiderült, hogy mégse halt meg, hanem ki kell szabadítani valamiféle fogságból, és ugye végig, ahogy játszunk a Forsaken kampány történetével, láthatjuk Mara Szovot, mint ahogy Uldrennek ilyen víziók által különböző sugallatokat mond neki, hogy szabadítsa ki őt. És Uldren ugye abban a hitben, hogy a nővérét szabadítja ki, az Avoken királynőt szabadítja ki, mindent megtesz a céljáért, és a céljához vezető úton szereznie kell egy darabot az utazóból, illetve ugye, és egy darabot mondhatni úgy, hogy a sötétségből is. De az a sötétség az ő maga, mivel hogy Uldren Szov a Forsaken történetében tulajdonképpen Taken lett, tehát így el lett rabolva, megfertőzte a sötétség. De ahhoz, hogy ugye ő kiszabadítsa a nővérét, legalábbis ő azt hitte, hogy a nővérét szabadítja ki, kellett egy rész a sötétségből is, és kellett a rész a fényből is, mert a kettő együtt tudja kiszabadítani a nővérét, legalábbis ő ebben a hitben volt. Hogyan keletkezett az Avoken? Ez is egy tök jó érdekes történet, és egy újabb táp
táptalajt ad, amielőtt még folytatnám ugye a Forsakennek a történetet. Szóval az Avoken úgy nézett ki, hogy úgy keletkezett, hogy egy csoportja az emberiségnek felszállt szépen egy űrhajóra, és új világokat akartak felfedezni, mégpedig azon egyszerű oknál fogva szerették volna magukat függetleníteni az utazótól, hogy az emberiség ne csak az utazótól függjön, mert hogy úgy gondolták, tehát ez a kisebb embercsoport úgy gondolta, hogy ez elég nagy butaság lenne, és azért valljuk be őszintén, igaz is lett ebbe a szempontból. Szóval Marasov része volt ennek az embercsoportnak, viszont már fiatal korában is egy erős személyiség volt, és bárhol felbukkant, a problémák megoldódtak, ezért a nép, ugye, az emberek elkezdték őt tisztelni tulajdonképpen, és egy ilyen, hogy is mondjam, követői csoport alakult ki körülötte egy személyében. Egy erős személyiség volt tulajdonképpen, aki nagyon jól meg tudta oldani a gondokat és a problémákat. Utazásuk során, ugye ez az embercsoport belefutott a sötétségbe. Na most gyorsan rájöttek, hogy a sötétség ugye az utazó ellen, a.k.a. a fény ellen harcol, és nagyon gyorsan megpróbáltak sötétséggel megegyezni, hogy nekik ehhez a harchoz nincs közük, ők pont azért jöttek el a földről, ugye, hogy az utazótól ne függjenek, és nem szeretnének ebbe a harcba beleavatkozni. Érdekes módon ugyanekkor egy parancs érkezett Rasputyintól, ugye, Warmind DLC, Rasputyintól egy parancs érkezett abban, hogy ők legyenek az első fegyver, amely fölveszi a harcot a sötétség ellen. Ugye, a mesterséges intelligenciáról beszélünk Rasputyin alatt, és mert hogy Rasputyin a földön, és mindenhol az embereknek űrhajóik voltak, csatahajóik, átvett minden fölött az irányítás, mert egy akkora veszélynek érzékelte a sötétséget, mert hogy felkapta jelet. Na minden, és konkrétan halálra ítélte Marasovékat abban az űrhajóban, azzal, hogy megkérte, hogy ők lennek az elsők, akik ugye tüzet nyitnak a sötétségre, mivel ők voltak a legközelebb, de ugye Marasovék megegyeztek a sötétséget, és mondták, hogy ők nem fognak erre tüzet nyitni. Na mindegy, események történtek valahogy úgy, és le van írva a lore történetben, nem mondom el, hogy van, mert hosszú, de a lényeg az, hogy Marasov az események közepette, illetve a veszély közepette, amit Rasputyin rájuk rakott, mivel hogy átvette az irányítást ugye az űrhajó fölött, kénytelenek voltak elhagyni az űrhajót az ott lévő emberek, úgyhogy felvették az űrrucit, és elkezdtek kimenni az űrbe konkrétan, de abban a pillanatban, amikor ez megtörtént, egy fény csóva lőtt ki a sötétség felé, és áthasítva a sötétséget, és Marasov és társai Uldren, stb. Még egy páran ugye ott voltak. Pontosan ez a fény és sötétség közé ragadtak. Tehát konkrétan elkapta őket ez a fény, ágyú, lövedék, csóva valami, és a sötétség is egyszerre. És ennek a hatására alakultak át olyanná, mint ahogy most kinéznek ez a kékes bőr, egy csillogó kékes bőr, plusz megnyílt közöttük valamiféle interdimenzionális kapu, és átkerültek egy másik dimenzióba, ahol felfedezték a lore szerint ugye azt a paradicsomot, aka a Dreaming City-t, ahol kiderült, hogy ők maguk halhatatlanok lettek. És meg lehet őket ölni, de attól függetlenül nem halnak meg természetes halál által. És ugye a Dreaming City lett maga a paradicsom, amit megalkottak, és annak rendje szerint a lore történetben Marasovról kiderül, hogy egy afféle polgárháborút is csinált a Dreaming City-ben, hogy ő megszerezze a teljes hatalmat az Avoken nép felett. Ennek egy bonyolultabb története van, aki szeretné, az olvassa el azt a lore történet részt, hogy hogy lett ebből polgárháború és miért, de a lényeg az, hogy nagyon jól tudott manipulálni emberekkel, hogy a maga javára fordítsa a dolgokat.
Nos, akkor most már megtudhattuk ugye azt is, hogy ki Marasov, illetve ugye hogyan keletkezett ő, hogyan lett ő a királynő, és ugye hogyan lett az Avoken. És így már ugye érthető a kapcsolat, mivel hogy ugye Uldren elment az ő megmentésére, de viszont ugye Destiny 1-ből úgy hittük, hogy Marasov halott. Na most ugye, ahogy játszunk a történettel, végül oda kerülünk, hogy Uldren Solve a sötétséggel és ezzel a szilánkkal az utazóból fogja és kiszabadítja a nővérének hit lényt, mert hogy nagyon gyorsan kiderült számára is, hogy akit kiszabadított, az nem a nővére, hanem egy kiméra, a.k.a. ahogy hivatkoznak rá, a Voice of Riven. Na most ugye legyőzzük a Voice of Riven-t, és akkor kiderül, ugye akkor találjuk magunkat szembe végül Uldren Sovval, a legyőzött Uldren Sovval. Na de ebből adódóan mi a fene, vagy ki a fene, vagy hogy a fene, mi ez a Voice of Riven tulajdonképpen? Na most a Voice of Riven, mint ahogy mondja, lefordítva magyarra is, Rivennek a hangja, az tulajdonképpen egy ős lényé a Destiny 2 Warframe-en belül, egy sárkányszerű lényé, amit amúgy a Last Wish című raidben legyőzünk végül, azt a nagy baszott nagy sárkány szerűséget. Na most a Voice of Riven tulajdonképpen annak a sárkányszerű lénynek egy kis, nem is tudom, a hangja, mondjuk így, tehát egy ilyen semmit mondó boss, ami valószínűleg akkor keletkezik, amikor egy ilyen nagy lény, egy ilyen sárkányszerű lény Taken lesz tulajdonképpen, és valószínűleg, tehát ez a lore történet szerint, tehát valószínűleg ez a Voice of Riven, tehát egy kiméra akkor keletkezik, amikor megtörténik, hogy egy ilyen nagy sárkány Taken lesz belőle. Na de mégis ki a franc a Riven? Na most Riven egy úgynevezett Ahmakara, egy sárkányszerű lény tulajdonképpen, amiből régen sok volt, és az ő különleges erejük és képességük az volt, hogy kívánságokat tudtak teljesíteni. Viszont ezeknek a kívánságoknak nagy áruk volt, és egy adott ponton veszélyesek lettek ezek a sárkányok, így az őrzők fogták, és ledarálták őket, de egy úgy néz ki, hogy megúszta, ugye Riven, mégpedig nagy valószínűséggel Marasovnak a segítségével, aki elrejtette őt a Dreaming City-ben. Hogyan tudta elrejteni a Dreaming City-ben? Hát ugye a Dreaming City egy másik paralel ilyen univerzum tulajdonképpen. Ha akartok egy kis bónuszt, Amazon armorok, Amazon ugye páncélok, amiken csontok vannak, ugye jelenleg a Destiny 2-ben, illetve 1-2 a Destiny 1-ben is, tehát azok a páncék, amiken csontok vannak, emezen sárkányszerű lényeknek a maradványai. De ez csak egy ilyen kis bónusz, tehát innen ismerhetjük fel ezeket a sárkányokat, meg a nevüket tulajdonképpen, hogy az armorjainkon ott vannak ezek a csontmaradványok, amit ők ezektől a sárkányoktól származnak. Nos, akkor így nagyjából ugye már tiszta a történet, hogy miért folyt a harc tulajdonképpen. Úgy néz ki, hogy Riven Taken lett, és azért, hogy a hatalmát átjuttathassa a mi univerzumunkba, Uldren Sov elé egy, hogy is mondjam, ugye egy víziót csinált neki, Uldren Sov maga is Taken lett, és azt hitte, hogy a nővérét szabadítja ki, de közben nem, és azzal ránk szabadította a Voice of Rivent, de időben odaértünk, legyőztük, és akkor kiderült mindenki számára, hogy Riven ugye Taken lett, és akkor gyorsan oda megyünk a Dreaming City-be, és kiderül, hogy Marasov valóban életben van, valószínűleg ebben a másik dimenzióban, ahogy Petra is, meg mi is ott beszélünk vele, pont ugye akkor, amikor feloldjuk a Dreaming City-t, és ott bíz meg minket, ugye Marasov magával a Last Wish Raid-del, hogy ugye menjünk, mondja is Petrának, hogy formálj egy csapatot, és menjetek és öljétek le ezt a
elején, a Dreaming City mélyében, és konkrétan ugye így ér véget a Forsaken, le kell győzzük Rivent. Na de mégis Riven, mert hogy nincs vége, hogyan lett Taken, vagy ki állhat a hátterekben? Egy biztos, hogy a sötétség várra jön, és már nagyon-nagyon közel van, ugye ez látszik a Taken érkezésével, de mégis kiállhat a háttérben. Ugye ott volt a Taken King Destiny 1-ben, és a Destiny 1-ben már így sejtettek egy történetet, és innentől kezdve, amit mondok, az mind fikció. Hashtag macskabugyi, írjátok le a kommentbe, hashtag macskabugyi, eljutottatok idáig? Na, szóval innentől kezdve már fikció azért az egész történet, hogy itt mondom, és ez csak egy spekuláció mindenki által, aki a lore történetével foglalkozik a Destiny-nek. Szóval a Taken King, aki a Destiny 1-ben egy hatalmas ugye főellenség volt az egyik expansionben, DLC-ben, annak a Destiny 1-ben már ott megsejtették, hogy létezik egy testvére, nővére, inkább úgy mondanám. És ennek a hát lénynek a neve, azt, ha jól ejtem ki a nevét, az a neve, hogy Savaton, valami ilyesmi. Szóval Oryxnak ő a, hogy is mondjam, a következő Taken King, így is lehetne mondani. És megeshet, hogy az egésznek a hátterében egyelőre ő áll, tehát Savaton áll, és őt fogjuk majd kapni a következő DLC-kben. De egy biztos, tehát ez csak sejtés, vagyis e felé irányulnak a lore történet, és ez az, tehát valahogy így lehet kiolvasni a dolgokat. De a lényeg, ami lényeg, hogy látszik, hogy egyre közelít a sötétség, és remélem, hogy így végszónak, remélem, hogy nem húzzák nagyon a történetet, jó lenne Destiny 2-ben lezárni valamifélét, megismerjük a sötétséget komolyabban, egy jó kis sztori által, nem a Destiny 3-ra húznák el ezt az egészet, de az biztos, hogy ahogy érzem, a készítők egy kicsit nyitva tartják minden lehetőség előtt a történetet, és nagyon nézik szerintem azt, hogy a community merre felé viszi a történetet, merre felé spekulálunk mi a történettel, milyen történeteket találunk ki, és lehet, hogy annak alapján döntelek, hogy hova vigyék a történetet, vagy már 10 éve kész van egy kurva jó forgatókönyv, amit követnek, és majd ki tudja, lehet, hogy Destiny 4-re fogjuk tudni végül, hogy mi történik. Mindenesetre kíváncsian várom a további történet morzsákat, lore történet morzsákat, hogy őszintelek, és hát nem tudom, remélem tetszett nektek, dobjatok egy lájkot, ha így van, kövessetek, iratkozzatok föl, kérdések, válaszok, történet, darabkák, morzsák, minden mehet a videó komment szekciójába, Facebookon is megtaláltok, Discordunkat megtaláljátok, Destiny 2 klánunkban lehet csatlakozni, nyílt klánról van szó, Destiny 2 magyar közösség Discordja a videó leírásában megtaláljátok. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!